Milyen hagyományai vannak ennek a mai találkozónak? Hát nagy örömünkre szolgál, hogy ugyan egy kicsit megkésve, de annál nagyobb örömmel és lelkesedéssel tudjuk megvalósítani már 15. alkalommal a találkozás a Mária Fánál nevezetű Kóping családi napunkat, ahol ugye egy Mária ünnepet is tartunk, valamint ugye a csapatok, akik ugye megtiszteltek minket a jelenlétükkel, bográcsételeket készítenek majd a kora délután folyamán. Kik érkeztek a mai alkalommal? Hát sajnos csak szerény létszámban vagyunk jelen. A helyi Lenti Szent Katalin Kóping családon kívül a Szombathely Oladi Kóping család tudta elfogadni a meghívásunkat. Ezen kívül pedig a Lenti Plébánia képviselőtestülete és kézközös csapattal érkezett a mai rendezvényünkre. Évről évre részt vesz ezen az eseményen, hogyan méltatná mindezt? Nagy örömmel, hiszen egy papnak az, hogyha közösségek élnek és működnek egy egyházközségben, egy plébánián, sőt eljönnek távolabbi helyekről is, akkor az egy papnak különösen is nagy öröm. Ugye az egyház az tulajdonképpen a közösségek közössége, egy plébánia a közösségek közössége, és hogyha ez megnyilvánul, az azt jelenti, hogy él az egyház, él a plébánia, élek a közösségek. Hogyan újítják meg évről évre ezt a rendezvényt? Úgy gondolom, hogy az idei évben, amikor a 15. alkalmat üljük, igyekeztünk még ünnepélyesebbé tenni ezt az alkalmat. Nagy örömünkre elfogadta a meghívásunkat a falu híres szülöttje, Déri Péter, aki az ünnepi szentmisét fogja bemutatni, és a szentbeszédet is ő fogja mondani. Valamint elnökasszonyunknak, Antal Mária Magdolnának legnagyobb lánya, zenekarával fogja a zenei szolgálatot nyújtani. Tied a dicsőség. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mind az időjárás, mind a körülmények adottak ahhoz, hogy egy nagyszerű ünnepség legyen, és egy nagyszerű megemlékezés az elmúlt 15 évre, és hálaadás azért, hogy itt lehetünk, és megértük a 15. évfordulót. Őseink sokszor kijöttek ide a fához imádkozni, kérni a boldogságos szűzanyának a segítségét. Emlékszem rá gyerekkoromban, amikor mentünk a hegyre, ugye itt a hegyi úton, megálltunk egy-egy fohászra, vagy ha siettünk, akkor csak egy keresztvetés, és mentünk tovább az utunkra. És éreztük a szűzanyának a segítségét, a támogatását. Olyan meghitt ez a hely. Nem sok ezer, meg millió zarándokot vonzó zarándokhely, de szent hely itt a helyieknek, ahol a boldogságos szűzanya jelét adta az ő szeretetének. Ha valami gondunk, bajunk van, akkor jöjjünk le ide a Mária fához, egy-egy fohászt mondjunk el, és a szűzanya közvetíteni fogja a kéréseinket.